A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetésünk nézőit. Ma visszatekintünk az Albarégia Szimfonikus Zenekar 2022-2023-as évadjára. Azt hiszem, hogy lesz miről beszélnünk. Vendégem Dobszai Péter művészeti vezető karmester. Tisztettel köszöntelek. Köszönöm. Hoztam egy idézetet, és rám klasszikus, de azért nagyon fontos. Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. Ezt nem más, mint John Lennon mondta. De ebből is kitűnik, és legalábbis én azt gondolom, hogy ennek tükrében az utóbbi időben egyre több hívő ember van Fehérváron is, és ez elsősorban az Albarégia Szimfonikus Zenekarnak köszönhető, ami kiderül ebből a felsorolásból is, amit most itt végigveszünk, hiszen ez egy fantasztikus esztendő volt. Engedelmed, de a 2022 elejét nem, viszont az újévi hangversennyel kell kezdenünk, hiszen az egyrészt egy tradíció, másik oldalról pedig nagyon fontos számunkra, hogy ott lehetünk egyáltalán. Ez vonatkozik természetesen minden esztendőre, hiszen itt volt velünk Drahos Béla, aki ugye az elődöd volt, Liszt Ferenc Díjas fuvola művészként, és hát te vezényeltél, ez egy nagyszerű est volt. Nagy örömmel készültünk az újévi koncertre, és nagy megtiszteltetés és nagy öröm volt, hogy a Drahos Béla művész úrral együtt tölthettük ezt az estét, és ő fuvola szólistaként is, és a ráadásban karmesterként is megvillantotta nem kopó tudását. Az újévi koncertnek az elvárt Strauss műveket idéző félidején kívül ezúttal a balett világa felé kalandoztunk, és ennek volt köszönhető az, hogy a Hattyúk tavasz szvítnek a záró tételeivel egy olyan szimbolikát igyekeztünk megmutatni, hogy ennek a balettnek a világában, ahogyan a nagyon végletes fekete és fehér jó és rossz küzdelmében végül is győzött a jó és győzött a fehér és a fény, abban bíztunk, hogy ez egy energia töbletet tud majd adni a hallgatóinknak ott a tél közepén az egész évre vonatkozóan. Így is történt, hiszen már januárban elkezdődött a Partitúra Ifjúsági Hangverseny sorozat, a jelen hangjai. Én azt mondom, hogy ez az egyik legfontosabb, mégpedig azért, mert kiderült ebből a sorozatból is, hogy a klasszikus zene iránt igenis érdeklődnek a fiatalok. Ugye Dobri Dani volt a kortárs művészeti vezető, a házigazda, Juhász Bence a karmester, de ez egy nagyon fontos indítása az esztendőnek mindenképpen. Így van, újból és újból azt tapasztaljuk, hogy a gyermeki generációkban egy olyan fokú nyitottság van még a klasszikus és a kortárs zene felé is, ami ugyan sokakban megmarad felnőtt korban is, de a gyermekek körében talán teljesen általánosnak mondható. Úgyhogy ők valóban ezeket a 20.-21. századi zenéket is olyan kedvel és érdeklődéssel fogadták, ami számunkra megható volt. És szintén megható számunkra az, hogy az ifjúsági sorozatainknak hál' Istennek ilyen komoly látogatottsága van, mert hát természetesen Fehérvárnak és Fehér megyének az ifjúsága felé nagyon komoly felelősségérzettel tervezzük az évadainkat mindig. És ez folytatódott márciusban, hiszen jött a Fehér Lófia, és ott nem más, mint Dobszai Meskó Ilona, a Lelked Jobbik felülete, Tar Ferenc a szerzők, a mesélő Tar Ferenc volt, a karmester pedig Ilona. Én azt hiszem, hogy ott ismét bebizonyosodott, hogy az ilyen darabok, ha úgy tetszik, meghódítják a fiatalokat. Én láttam, hiszen természetesen valamennyi előadásról beszámoltunk, hogy egyszerűen elvarázsolta a gyerekeket. Valóban az én feleségemnek a hitvallása az zeneszerzőként és karmesterként is, hogy gyerekdarabok esetében a történet, a cselekmény az egy olyan kulcsfontosságú mozzanat,
ami tulajdonképpen a legidegenebb zenei hatásokat is, ha esetleg valami furcsaságot tartalmazna a kortárskotta, akkor is meg tud magyarázni, és kontextusba tud emelni a hallgatók számára, gyermekhallgatók számára. És hát ő benne is, és a munkatársában, Tar Ferencben is megvan az a fajta közvetlenség és természetesség, amivel nagyon, nagyon könnyedén és nagyon oldottan tudnak kommunikálni a gyerekekkel. Arról nem is beszélve, hogy a Fehér Lófia előadás bizonyos szempontból interaktív is, és ezért a bevonódás élményével azt láttuk, hogy egyébként talán a legkihasználtabban értékesített partitúra programunk volt, tehát a legtöbb gyerek látta azt a 6 előadást, ami lement belőle. Azt láttuk, hogy mély benyomást gyakorolt a hallgatókra. Így van, egyetértek, és korán sem véletlen. Mint ahogy én azt mondom, hogy egy nagyon fontos pillanat volt a Kérdezd a zeneszerzőt, illetve a Kérdezd a karmestert sorozat elindítása is. Mindenfajta bulvár nélkül igenis érdekli az embereket, hogy mit gondol a zeneszerző egy-egy darabról, egy-egy kortárs darabról, mert hogy eddig ez egy nagyon a világ vége volt, ha úgy tetszik, ameddig nem jut el az ember fia gyalogosan, tehát egy kezdő zeneszerző. És ugye januárban kezdődött ez a sorozat, és Dobri Dani volt az ő műve, illetve Juhász Bence, természetesen több mű is elhangzott, és kiderült, hogy valóban a kortárs zenének van hallgatottsága, nézettsége. Az ilyen típusú műhelyi titkoknak a megvitatását úgy látom, hogy valóban nagyon sokan izgalmasnak tartják. Mi nekünk előadóknak ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjuk interpretálni mindazt, amit a szerző közölni szeretett volna. De a hallgatóság oldaláról is azt látjuk, hogy egyszerűen nagyobb élményt kapnak akkor, hogyha több oldalról látják át azt, hogy egy mű miért és hogyan íródott meg. A Kérdezd a karmestert sorozat ötlete az én fejemből pattant ki, és a sorozat első 2 alkalma után láttuk azt, hogy ez minden bizonnyal Dobri Daninak és az általa meghívott zeneszerzőknek a bevonásával is működőképes volna. Természetesen a kortárs zene felnőtt közönsége a klasszikus zene szeretők körében is egy speciális helyzet. De ezzel együtt valóban a Dani által meghívott zeneszerzőknek a gondolkodásmódja, eltérő esztétikája, ahogyan megnyilvánult ott a próbatermünknek a közvetlenségében, úgy látjuk, hogy folytatható és folytatandó a sorozat, mindazonáltal, hogy természetesen mindenféle praktikus tanulságot, amit az első alkalmakból levontunk, azt beépítjük, és egy picit talán már jobb és érettebb formában megy a Kérdezd a zeneszerzőt sorozat is, mint az első alkalmakkor. Igen, ez egyébként megerősítetett a Tallér Zsófiára emlékműsorban. Én azt gondolom, hogy azt nagyon-nagyon fontos, hogy emlékezzünk rá mindenképpen, hiszen ő elindított egy olyan folyamatot, amely jelenleg is tart, és azt hiszem, hogy az akkori tanítványai már nagyon sokat tettek a magyar klasszikus zenéért. Itt azért kiderült, hogy itt volt Rajk Judit énekművész, itt volt Dobszai Meskó Ilona, illetve Tóth Sára Rebeka fagott művész is, te magad vezényeltél, és a házigazda pedig a Dobri Dani volt. Ez egy különleges est volt, mert kiderült, hogy emlékezni kell, és jó. Így van, ez mélyen egyetértek ezzel, és ez annál is élesebb és fájóbb érzés, mert hát Tallér Zsófiának még itt kellene lennie köztünk, és még sokáig itt kellett volna, hogy legyen. Úgyhogy az ő hiánya és az ő korai távozása mi közülünk, az nagyon sokunknak egy fájó pont személyes és zenei szempontból is. Úgyhogy valóban felelőssége mindenkinek, aki ővele kapcsolatban volt, az emlékét és a hatását ápolni és továbbvinni. Úgyhogy a legnagyobb természetességgel vágtunk bele ebbe a feladatba. 2 mozzanatot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy miután Fehérváron elhangzott ez az est, másnap megismételtük ezt a Zeneakadémia Solti termében, régi nevén a Kisteremben, ami egy különleges akusztikájú terem, és nagyon nagy öröm volt azt a hangzásépítő folyamatot, amiben 2 évvel ezelőtt belekezdtünk közösen a zenekarral,
azt egy igazán jó akusztikában is meghallgatni, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt a saját közös munkánkra való tekintettel. A másik pedig az, hogy Tóth Sára Rebeke, aki a Tallé Zsófia fagott versenyének posztumusz ősbemutatóját játszotta, ő a mi zenekarunknak az első fagottosa, és egy végtelenül inspiráló és mély zeneiséggel és játékmóddal adta elő a művet. Úgyhogy fontosnak tartom ezt megemlíteni, hogy ő is zenekarunk egyik büszkesége. Igen, a zenekar tagjairól még lesz szó a későbbi hangversenyek kapcsán, hiszen számtalan szólistaként is megjelenő zenemű is felhangzott az elmúlt, illetve hát ebben az esztendőben. Viszont volt még egy Kérdezd a karmestert, ahol stílszerűen, hát azért mi tudjuk, hogy miért, Mozart jegyében játszottatok, hiszen Mozart az egyik, ha úgy tetszik, Dobri fán. Vagyis Dobszai, bocsánat. A Mozart estünk azért volt különleges, mert hát ugye természetesen kihasználva azt a nagy előnyt, hogy az egész egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb óriásáról van szó, a zenetudományos szempontból ez egyik legfeldolgozottabb életmű. Úgyhogy lehetőségem volt azt megtenni egyetlen könyvespolc felé irányuló mozdulattal, hogy a teljes hallgatóságunkkal megosszam egy szépen kiadott könyv formájában Mozart levelezését, és hát az aznapi darabunkra vonatkozó meglátásaival Mozartnak a lehető leginkább első kézből tudtam összekötni ő vele a hallgatóságot. És azt hiszem, hogy az ő életét is sikerült illetve életének ezt a szeletét sikerült egy nagyon közvetlen szempontból megmutatni, és igazán kézzelfoghatóvá tenni az ott levők számára. Mint ahogy fontos számunkra a visszatekintés, Farkas Ferenc nagyon sokat tett a klasszikus zenéért itt Székesfehérváron is, természetesen szerte Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is, úgyhogy az Összhangban koncertsorozat, azt hiszem, hogy az nagyon fontos. Ott márciusban indult Kovács Péter, Bartók Pásztori díjas hegedűművész és Kárász András csellóművész is ott volt, Cser Ádám vezényletével. Ez egy, én azt mondom, hogy azért is fontos, mert ilyenkor új helyszíneket is tudunk találni. Cser Ádámot is nagy örömmel valóban láttuk újra vendégül. Ő ezt megelőző évben és azelőtt is volt nálunk. Nagyon szeret vele dolgozni a zenekar. Egy rendkívül képzett és energikus, ugyanakkor nagyon közvetlen karmesterről van szó. Úgyhogy öröm vele, mindig a közös munka. Én is nagy örömmel hallgattam a koncertet. És valóban Brahms kettős versenyének a megszólaltatása, cselló szólamvezetőnk Kárász András Péter előadásában, és az ő nagyon szoros munkatársa Kovács Péter hegedűművész előadásában, az egy számunkra valóban ünnepi alkalom volt. Tulajdonképpen a művészeti vezetői, tervezői, műsor tervezői munkámnak az egyik legfontosabb szempontja az, hogy a zenekari kollégák a lehető legmotiváltabbak legyenek. És a szakmai kihívások ennek épp annyira részét képezik, mint a lehető legnagyobb anyagi megbesültség. Nyilván az én munkaköri feladatom ezek közül a szakmai kihívásoknak a támasztása. És Andrásnak régi vágya és álma volt ennek a Brahms szólónak az eljátszása. Úgyhogy ahogyan mindenki másnál is, őnála is igyekszünk lehetőséget teremteni ezekre. És hát Péterrel együtt messze menően megállták a helyüket ebben a nagyon virtuóz és zeneileg is igen nehéz kamara és szóló feladatokat egyszerre támasztó műben. Tehát mindketten elindultak a végtelen felé, szó Én szerint, van. Ha úgy tetszik, hiszen a Farkas Ferenc Bérlet következő koncertje az a végtelen felé címet viselte a vezényleteddel. Igen, a sorozatot ezzel az alkalommal zártuk, és egy német romantikus műsort állítottunk össze erre az alkalomra. Hebridák nyitánnyal, Schubert befejezetlen szimfóniájával és Schumann negyedik szimfóniájával. Három természetesen különböző karakterű mű és különböző lelkialkatú szerző mégis nagyon organikus egységbe foglalta őket a műsornak a hármassága.
és nagyon szépen reagáltak azokra az érzelmi pillanatokra, amelyek a műveken belül megszólaltak. Úgyhogy ezzel a művel igyekeztünk lezárni a koncerttermi évadunkat, annak ellenére, hogy vendégjátékra érett ez a műsor is a Magyar Zeneházában, de a nyárnak a hátralevő részében már elsősorban a szabadtéri és a templomi koncertek felé tekintünk majd. Ugye ez június 5-én volt, viszont a Somorjai Ferenc ismét egy fehérvári zenei legenda sorozat a Reflektorfényben márciusban indult még, és amit az imént beszéltünk a zenekar tagjairól, zenészeiről, az itt ismét bebizonyosodott, hogy hiszen a vezényleteddel Csikara Sugánó, fovola művész, Ilosfai Csenge, hegedű művész, és ott már Dávid trombita művész is bemutatkozott. Nagyon büszkék vagyunk mindhármukra. A Ilosfai Csenge Mozart hegedű versenyt játszott, és Csenge hegedű játékában mindig is megvolt, de azt mondhatom, hogy az utóbbi hónapokban egyre erősödik. Egy olyan fajta egészen kivételes hangképzés és egy ahhoz fokozatosan növekvő művészi bátorság, ami egészen egyedivé teszi és folyamatosan emeli az ő teljesítményét. Ráadásul egy varázslatos hölgyről beszélünk, ugye? Abszolút így van, és nagyon nagy öröm, hogy erősíti a zenekarunkat. Ott már Dávid egy fenséges pikoló szólót játszott, tele van pikoló versenyével, ez ugye a trombitának a kisebbik változata, úgyhogy pikoló trombitára gondolok, nem a fúvola kis testvérére, csak a név egyezik. És Csikara fúvola versenyének az esetében pedig azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen az egész évad legsikeresebb kortárzenei bemutatójáról beszélünk, hogyha a közönségnek a visszajelzéseit tekintjük. Bár nehéz lenne rangsorolni, hiszen két nagy sikerű dobri bemutatónk is volt, de a Lázár Dániel fúvola verseny, amit itt most Csikara Sugánó először eljátszott, valami egészen meglepő hatást gyakorolt a közönségre. Egy nagyon lírai műről van szó, és nagyon szépen hangszerelt hárfát és puha vonós hangzást használó műről van szó, ami a Szent István teremnek ebben ugyanezen lágy akusztikájában egészen varázslatos pillanatokat okozott. Mint ahogy a barokk pompa is a Somorjai Ferenc koncertsorozat negyedik részében. Így van, itt pedig egy Liszt Ferenc díjas csodálatos szakértőjét láttuk vendégül a régi zenének, Kalló Zsolt hegedűművészt, akivel a kollégák nagyon szerettek együtt játszani, és akinek a meghívásával el tudott indulni egy olyan folyamat, amelynek a keretében a zenekar újra hangversenymesteri irányítással, tehát a karmesterrel való fellépéshez képest talán egy kicsit még inkább kamorazenei attitűddel játszik újra és újra. Megvannak a kiszemelt hegedűművészeink erre a feladatra, és nem titkolt célunk a koncertmestereinket is megkínálni. Ugye ilyen jellegű. Ilosfai Csengéről van szó, illetve és Bújtor Balázsról. És Bújtor Balázsról természetesen. Így van. Őket is fogjuk szerepeltetni hasonló szerepkörben, ami szintén a zenekari művészeknek az inspirálására egy megint csak újabb út. Mint ahogy nagyon fontos volt nekünk a Filharmónia bérlet, hiszen április 24-én volt, ahol szintén Dobszai Péter vezényelt, és ott pedig Balog Ádám játszott a zongorán. Szintén szép emlékű este. A Filharmónia bérletben különböző műsorokkal, de mindig igyekszünk a picit eltérő arculatú műsorokat adni, amikor a műsor összeállításra mi kapunk felkérést. Ebben az esetben így volt. És egyrészt Balog Ádám zongora szólistának a vendégüllátása volt nagy öröm, aki éppen egy eredményes és sikeres zongoraversenyről érkezett. A másik számomra nagyon fontos pillanat pedig az volt, amikor Beethoven 7. A-dur szimfóniáját szólaltathattuk meg.
ami annak a nagyon közösségi és nagyon extatikus hangvételével tulajdonképpen nyilvánvaló felütése a 9. szimfóniának, ami a jól ismert örömódába torkollik, és az én számomra teljesen nyilvánvaló az, hogy ugyanazt a testvériségi gondolatot fejezi ki az Ádur szimfónia 4. tétele is már, úgyhogy ezt ezzel a lelkülettel is adhattuk elő, és a Filharmónia bérlet második ránk vonatkozó alkalmán pedig egy élő legendát, Kovács Jánost karmestert láthattuk vendégül, akivel Liszt és Brahms művek hangoztak el, és egy Weber klarinét verseny. Úgyhogy az ő szakmai munkája a zenekarral egy kiemelt esemény volt mindenféle. Nem hagyhatjuk ki semmiképpen a Stabat Matert, hiszen a húsvéti hangverseny mindig az esztendő egyik csúcspontja. És én azt hiszem, hogy most, ahogy ez összejött Tatai Nórával, Hajdu Diána, Balczó Péter és Rezsnyák Róbert, illetve a két vegyeskart se hagyjuk ki, az Alba Régia vegyeskart és az Ász Muzika kórust, azt hiszem, hogy ismét azt mondhatjuk, hogy teli találat volt. Nem csak azért, mert zsúfolt ház kísérte ezt, alig fértünk be. Igen. Ezúttal Haydn Stabat Matere volt a műsoron, amit a tavalyi Pergolesium után elővettünk. Ritkán játsszák ezt a művet, pedig egy nagyon drámai és nagyon mély műről van szó, ami azt gondolom, hogy a nagy szerdai időzítéssel, ahogyan mi ezt nagypéntek előtt két nappal eljátszottuk, valóban mindjártunknak segített a húsvétnak a megélésében. És hát valóban az említett szólisták egészen kivételes teljesítményt nyújtottak. Közülük Balczó Péter volt az, aki, és Hajdu Diána is szóló szerepkörben régebben énekelt a zenekarra, de Balczó Péter azt gondolom, hogy először, miközben Tatai Nóra rendszeres meghívottunk, és hát Rezsnyák Róbert pedig nem csupán rendszeres meghívottunk, de Székesfehérvár szülötte is, úgyhogy feltétlenül jár a fehérvári közönségnek az, hogy őt hallhassa, és hát két nagyon virtuóz, nagyon igazán a harag hangján megszólaló presto, tehát nagyon gyors áriában mutathatta meg azt a folyamatosan érő tólust, ami az ő baritonjában. Én azt érzem, hogy tulajdonképpen pályája zenitjéhez közeledik, vagy már ott is van. Május végén pedig ilyen értelemben ismét emlékeznünk kellett, hiszen a Magyar Klasszikus Zene Napja Kocsis Zoltán halálának emlékére. Igen. Azt hiszem, hogy ez is egy rendkívül méltósággal megtöltött koncert volt. Így van. Magyar zene évszázadaiból válogattunk. A Liszt, Kodály, Farkas, Ligeti és Dobri Dániel műveit csokorba fűzve. Miközben a Farkas és Ligeti esetében, akik közül Ligeti feltétlenül bizonyos zeneszerzői korszakában igazán modern, előremutató és kísérletező szerző volt, ezúttal őnála is egy tradicionálisabb felfogású és Farkas Ferencnél is kimondottan múltba tekintő, archaizáló művet választottunk, ezen belül is a tánczenékre összpontosítva, és a minőségi szórakoztatás jelszavát az ászlónkra tűzve. Ezek mellett, a tánczenék mellett a műsor másik vonulata a ballada műfaja volt, és Kodály Zoltán és Dobri Dániel esetében is balladisztikus szövegű kórust és éneket is használó műveket szólaltattunk meg, és e két pólus között átvezetésképpen egy Liszt művet játszottunk, egy nagyon különleges művet, ami ugyan Liszt Ferencnek eredetileg zongora műve volt, de saját hangszereléséképpen vonul zenekaron az Angelus című imát, Ima az őrangyalhoz című művet játszottuk el, ami egy letisztult kompozíció, egy nagyon egyszerű zenei nyelvezettel és felmérhetetlen mélységű hangokkal megtöltött mű,
ahol pont az imént említett Ilosfai Csengének a hegedűjátéka és a teljes vonós karunknak az a hangképzése, amin olyan intenzíven dolgozunk, az valóban teljes pompájában mutatkozhatott meg. Tehát így az esztendő végén, és ez vonatkozik természetesen 2022-re is, kimondhatjuk, hogy a kortárs klasszikus és a klasszikus kézenfogva járt, megerősítetett, hogy a szimfonikus zenekar egyre népszerűbb, és hát azért odafigyelnek a zenerajongók ezekre a koncertekre. Most már nincs más hátra, mint rövidesen jön a királyi napok. Gondolom, hogy készültek. Készülünk, nagyon készülünk, azt kell, hogy mondjam. Talán a legnagyobb szabású produkciónkkal, legalábbis amióta én 2021 májusában munkába álltam a zenekarnál. Ugyanis augusztus 20-án a királynapok zárásán a Zicsi színpadon fogunk föllépni, és hosszú idő után ismét operaprodukció várja majd Székesfehérvár közönségét. Jó, hát a többi még titok, de időben ott leszünk, azt hiszem a próbákon is természetesen beszámolunk róla. Én köszönöm, hogy megtiszteltél, és egy kis pihenés után további jó munkát kívánok a kedves mindnyájatoknak. Szükség van rátok, ez gyorsan kiderült. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Dobszai Péter volt, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.